Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videó a Karantén Hang sorozat első videója lesz. Ez egy vadidegen sorozat lesz, amit a mostani helyzet miatt találtam ki. Nagyon sok ötletem volt, hogy milyen típusú videót csináljak nektek pluszban erre az időszakra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy saját kis sorozat neve, ez lesz a Karanténhang, aminek keretén belül egyelőre 4-5 videót találtam ki, amik érkezni fognak. Különböző típusú videók, de mindegyik lényege az lenne, hogy egy kicsit relaxáljunk, hogy egy kicsit kikapcsoljunk, és nem feltétlenül ezek a hagyományos én-e beszélek, értékelek könyveket videótípusok lesznek. Az egyik ilyen az a felolvasás lesz, a mai videó is egy felolvasó videó lesz, és nagyon örülnék, hogyha visszajeleznétek, hogy ennél több idejű felolvasást is kibírtok, vagy ez pont elég egy-egy videóhoz. Ez nem könnyű dolog, mert a szerzőktől engedélyt kell kérnem ahhoz, hogy felolvassak a könyvükből, de két szerző is engedélyt adott már, így a mai videóban Bíró Szabolcs könyvéből fogok felolvasni, méghozzá az eddig még meg nem jelent könyvéből. Április végére várható a könyv, ez a Lázár evangéliuma, ami egy új Anzsuk rész, és ebből hallhattok most egy exkluzív részletet, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönök az írónak. Bíró Szabolcs, Lázár evangéliuma, részlet. Püspököm! Lajos szép tátkarral sietett le a palota lépcsőin a vár belső udvarára. Tudtam, hogy gyorsan jössz majd, de nem sejtettem, hogy ennyire. Királyom, bólintott felé a férfi. A futárod már útközben ért. Hogy? Kérdezte Amasz homlokráncolva, de ahogy közelebb lépett, rögtön észrevette, hogy valami nincs rendben. Kálmán a győri püspök nyúzottnak tűnt. Köpenye egyhelyütt elhasadt, a szeme pedig hasonló rémületet tükrözött, mint azoknak az embereknek, akik hazakísérték a királyt Nápolyból. Ahogy ezt észrevette, Lajosnak az is szemet szúrt, hogy az egyház nagyot feltűnően kevés ember kíséri. Mindössze tucatnyi lovas, méghozzá meglehetősen szeretvetetnek tűnő vegyes társaság. Győr elesett, közölte a püspök mindenteket óriázás nélkül. Ennyien tudtunk megmenekülni. De hiszen az nem lehet, ragadta meg Lajos a két vállánál fogva. Mondd, hogy csak a bolondját járatod velem, Kálmán! Az uralkodó hirtelen még a hivatalos, mások előtt illő megszólításról is elfeledkezett. Nem véletlenül. A püspök a fivére volt, az egyetlen bátyja, aki 8 évvel ő előtte született. Lajosnak sokszor eszébe jutott már életében, hogy ha apja nem bal kézről nemzi, akkor most Kálmán lenne helyette az uralkodó. Ki tudja, talán akkor őt jelölik ki Nápolyi Johanna jegyesének, őt gyilkolják meg Aversában, és András boldogan élhetne. De persze nem így történt. A sors különös fintoraként Anzsu Károly elsőszülöttje egy fattyú lett, akit előbb a visegrádi udvarban neveltek, aztán Lajos születésekor eldugtak egy kolostorba, mint valami rejtegetni való tévedést. Nem volt könnyű élete. Mint mondják, az apák bűneibe sokszor a fiaik fogavásik belé. Cserébe azonban, mintha Károly ezzel kívánt volna vezekelni, már 19 esztendős korában felszentelték győri püspökké. Így volt lehetséges, hogy alig túl a 30-on már több mint egy évtizede viselte a főpapi ornátust. Nem tréfálok, Lajos! Nézett az öccse szemébe, mintha tükörbe bámult volna. Az sem érdekel, ha nem hiszel nekem, de tudnod kell, hogy a pokol erői elszabadultak. Nem hittem volna, hogy ez lehetséges. Nyögte kétségbe esetten, és a király orrát megcsapta a ruhájából áradó vizeletszag. Sosem hittem igazán, de eljött a végítélet, és nekem a saját szememmel kellett látnom, ahogy a holtak, hogy a halottak feltámadnak, lehelte a király, mire a győri püspök úgy megrökönyödött, hogy majdnem összezuhant. Lajosnak két kézzel kellett megtartania. Ez történt, igaz? A holtak feltámadtak, és csoda történt! Üvöltötte Mária gyóntató papja a palota bejáratából. Uram, királyom, csoda történt! Csoda! Valódi csoda! Anzsu Lajos körül fordult egyet a világ. Nem, ez nem lehet. Sikoltotta az agya, miközben a holdvilágképű idős Ferences széttárta a karját, és füligérő, eszelős vigyorral teljes tüdőből ordította az égre. Mirákulum! Isten megmutatta, mire képes! Öblös hangjával velőtrázó sikolyok keveredtek, ahogy az udvarhölgyek és szolgáló lányok egymást taposva menekültek kifelé az asszonyszárnyból. Félretaszították a papot, aki majdnem orra bukott, eszeveszetten sikoltozva rohantak le a lépcsőn, azt sem tudva, merre menjenek, csak el innen, minél messzebb. A legtöbbjüknek véres volt az arca és a ruhája,
de a hirtelen támadt zűrzavarban azt sem lehetett megállapítani, a saját vérüktől lúcskosak-e. Az atyát olyan vallásos hebület ragadta magával, hogy egyáltalán nem törődött velük, még megsértődni sem volt érkezése. Megkapaszkodott az ajtóban, majd ismét széttárta a karját, és ott folytatta, ahol az imént abba hagyta. Mirákulum! Mirákulum! Isten irgalmas! Végtelen az ő hatalma! Luxemburgi Mária, akinek a feltámadása ilyen eufórikus hangulatot ébresztett Isten emberében, belemélyeztette fogait a papnyakába. A szerencsétlen minorita úgy üvöltött a fájdalomtól, hogy megrepettek a hangszálai, és még fel sem foghatta, mi történik vele, amikor térdre rogyott, hátán az éhes fenevadként kapaszkodó Máriával. A feltámadott királyné iszonyatos, recsenő, cuppanó hang kíséretében tépett ki egy fél tenyérnyi darabot gyóntatója nyakából, aki elterült a lépcső tetején. Feltépett nyakából elképesztő erővel spriccelt elő a vér, és a pap tágra nyílt szemmel hangos bugybarékolással fuldoklott. Mária még rágódott az inas, nyers húszafaton, amikor kifejezéstelen halott szemével a menekülő udvarhölgyek után nézett. Ahogy felegyenesedett, az egész teste, minden izülete hangosan recsegett, mint amikor az ember a száraz gyújtós tördeli. Órák óta halott volt, nemrég még meg sem lehetett volna mozdítani, valami észre felfoghatatlan túlvilági erő azonban legyőzte benne a hullamerevséget. Lépett egyet előre, de megbicsaklott a lépcsőn. Elesett és végigurult rajta. Közben csúnyán összezúzta magát, valószínűleg el is tört néhány csontja, de amikor kicsavarodva arccal előre leért az aljába, az a túlvilági erő, ami a lelke helyébe fészkelte magát, ismét felrántotta őt a földről. Nem úgy állt fel, mint egy élő ember, hanem mint egy fabábú, amit zsinóron rángat valami nálánál hatalmasabb akarat. Még mindig az udvarhölgyeket nézte, és furcsa, darabos járással megindult feléjük. A tüdejéből nyöszörgésszerű hörgés szakadt fel. Kásás hangja volt, mintha torkába száraz föld szorult volna, pedig még el sem hantolták. Értelmes hang nem hagyta el csuromvér száját, amiből egyszerűen kicsusszant a pap húsának mócsingos maradéka. Mindez nagyon gyorsan, csupán néhány szívdobbanásnyi idő alatt játszódott le, és Lajosnak úgy tűnt, a feltámadott királyné őt egyelőre észre sem vette. Agya lázasan kutatott a lehetőségek után, vajon mit kéne tennie. A visszautat az asszony szárnyba nem merte megkockáztatni, hiszen akkor el kéne futnia Mária mellett, és nem tudta, halott felesége milyen gyorsan csapna le rá. Kálmánnak ez már, holott nem sokkal korábban egy egész várost látott hasonlóképpen elpusztulni, túl sok volt. Teljesen lebénította a félelem, és csak állt egy helyben némán tátogva. Kíséretének lovai idegesen felnyerítettek, magukra vonva a királyné figyelmét, aki ekkor végre a férjét is megpillantotta, bár a tekintetében a felismerés leghalványabb jelesen mutatkozott. Hamar a nyugati szárnyba! Rángatta maga után fattyú bátyját a király. Mozdulj, Kálmán, ha kedves az életed! Az apróddal és a tucatnyi győri túlélővel rohantak a nyugati palota szárny irányába, melynek tárva nyitva állt az ajtaja a napos nyári délelőttön. A menekülő leányok közül csak néhányan csatlakoztak hozzájuk, mert addigra a legtöbbjük már a földön vergődött. Mária valószínűleg még a hálótermében harapta meg őket, és Lajos tudta, mivé kezdenek átalakulni. Siessetek! Ordította a többieknek, miközben a harangok városszerte még mindig luxemburgi Mária lelkiért szóltak. A felismerés annyira bizarr volt, hogy a király kis ilyen elnevette magát.